nagyon sok tehetséges gyerek van, hihetetlen komolyak és egyben vagányak. Ez nagyon fontos a klasszikus muzsikusoknak, hogy legyenek vagányak. Na most én azt hiszem, hogy hatalmas felelősség van a zsűrint. Az, hogy itt kiegészítünk és kilencen vagyunk, ez nagyon fontos, hogy nagyon jó meg kell fogalmaznunk, hogy kit küldünk, és igazából ki az, aki elmegy és képviseli az országunkat. Nagyon nagy a felelősség, mert nem mindegy, hogy milyen élménnyel tér majd haza az a gyerek, aki kiment. Én azt hiszem, hogy a Virtuózok az egyetlen olyan műsor, talán verseny is a világon, aki ezt tényleg annyira komolyan veszi, hogy beépítse a hétköznapokba a klasszikus zenét, ezt a magas értéket, hogy tényleg bárki számára közvetlenül elérhető legyen és fogyasztható legyen, és ugyanaz az érték megmaradjon. A mi generációnknak, tehát akik most mi kortársak vagyunk, nagyon fontos a tehetségek felkutatása. Na most azt kell, hogy mondjam, hogy ennél fontosabb szerintem nincs is, mert az ember, amit produktíve létrehoz a világon, az csak a művészet terén van. Tehát a művészet az, amit mi létrehozunk. Ugye nagyon méltóságteljes egy földművesnek a munkája, de ő egy olyan dolgot állít elő, akinek minden nap ugye szüksége van, és egy nagyon magasztos dolog. De ami maradandó, az a művészet. És a zene művészetben, ami egy olyan fogyasztási cikk, amit élőben a legjobb hallgatni, mert akkor az idegek úgy állnak össze, tehát a művészet egy olyan hihetetlenül csúcs dologgá változik, amit maga az ember teremt. És hogyha odafigyelünk a tehetségeinkre, hogy ők miket kreálnak, miket hoznak le onnan föntről, ugye, milyen antennáik vannak, miket közvetítenek, és ebben részt venni, figyelni őket, és elsőként meghallgatni, hogy milyen szentséggel nyúlnak a saját tehetségükhöz, amit a Jóisten adott, én azt hiszem, hogy ennél fontosabb dolog nincs, hogy odafigyeljünk, és az ilyen tehetségeket abszolút pátyolgassuk és támogassuk. Úgyhogy én köszönöm a lehetőséget a Virtuózoknak, hogy itt lehetek, nagyon megtisztelő, és nagyon szurkolok a magyaroknak, és nagyon vigyázunk a tehetségekre, és aki tud, ahol tud, ott segít mindenkinek. Ez a lényeg a tehetségkutatásban.